Az ország legjobbjai gyűlnek össze, hogy egyéniben döntsenek a bajnoki címek sorsáról. Mivel válogatott teljes stábja itt lesz, férfi-női, hát ők kimagaslóan tudnak játszani, a világbajnokságon be is négy közé kerültek a játékosok. Portorosba döntött játszottak, magas szinten, ők az épek között is előkelő helyet foglalnak el. Olimpiai bajnokunk Máté Gábor a legjobb 20 ép közötti versenyző között is szerepelt. Most 24. a ranglistán. Bundesligában is játszik csapatbajnokin, és a Magyar Extraligában is éljátékos. Horváth István reménykedik benne, hogy az időjárás kegyes lesz a mezőnyhöz, azonban eső esetén sem marad el a bajnokság, hiszen akkor a Kanizsa Teniszcentrum fogadja be a versenyzőket.